Egészségesen zöldelnek, jól érzik magukat a dísznövények ebben a nyíregyházi kertészetben. Nem csak itt érdemes azonban gyönyörködni bennük, a tavasz érkezésével, a fagyok elmúltával lassan el lehet kezdeni dolgozni a kertben. Az ilyenkor szokásos munkák közé tartozik a növények kibontása, visszametszése, átültetése, vagy épp a gyep A gladiolus, a virág, az mindig sláger, tehát minden évben a liliomok, a többfajta lilium, a liliom az ázsiai liliomok, tehát azok mindig sláger növények a virágok között, de akár a gumós begónia, a dáliák. Azokat a növényeket sorolja az áruház munkatársa, amelyek töretlenül nagy népszerűségnek örvendenek. A virághagymák mellett sokan keresik a különféle magokat is a palántázáshoz. Noha többségében a családi házban élők viszik ezeket a kerti munkákhoz, a panelben lakók közül is egyre többen díszítik növényekkel az erkélyeket, teraszokat, szobákat. Számukra is elérkezett a megfelelő idő neki látni a serénykedéshez. A panelben mindenképpen a cserepes vid növényeket kell ilyenkor átültetni tavasszal, tehát meg kell nézni, hogy mi az a növény, ami kinőtte már a cserepét, és akkor egy-két számmal nagyobb cserepet szoktunk ajánlani, ami érdemes átültetni. Tehát azokat nyugodtan bátran már ilyenkor mátó áprilisban át lehet ültetni friss földbe, és akkor szebbek lesznek, erősebbek lesznek. Ugye a növények utána megindulnak a fejlődésben. Mindehhez persze megfelelő eszközök is szükségesek. Akár az ültető lapát, gerebje, kéziszerszámok. Ezekkel lehet kertészkedni az erkélyen is, tehát akár egy nagyobb ládában, nagyobb edényben ültet valaki valamit kisebb hagymásokat, stb. Különféle fűmagok, virágföld az egyes növényfajokhoz, sokan bizonytalanodnak el a kínált termékek garmadáját látva, főleg azok, akik csak nemrég kezdtek el foglalkozni kertészkedéssel tavaly pedig volt belőlük bőven, a járvány első hullámában a tartós otthonlét idején sokan adták a fejüket ilyen tevékenységre. Aki úgymond unatkozott, az is eljött és szépítette a kertjét vagy a környezetét, tehát most annyi nincsenek. De még most kezdődik a szezon, tehát mi is most fogunk kapni sok mindent, árut, és még most fog beindulni ez a kereslet. Szerintem lesznek az idén is, de olyan mértékben azért nem, mint tavaly. Tehát tavaly az egy különleges időszak volt. A tavaszi munkák elvégzését segítő boltokat nem érinti a hétfő életbe lépett korlátozás, továbbra is nyitva lehetnek. Az, aki most vágna bele a kertészkedésbe, a szaküzletekben, de az interneten is sok hasznos tanácsot talál az első lépések megtételéhez.